Sok szeretettel köszöntelek, Robi, és sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai alkalommal is bizalmat szentel nekünk is megnézi a következő perceket, amelyben ismét a traumákról lesz szó. A traumasorozatunk utolsó részéhez érkeztünk, és szerintem vágjunk is bele, Robi, hogyha egyetértesz, a 11-es számú traumával folytassuk, ami az árulás, illetve zárójelben a megcsalás is. Milyen tudattalan traumák mozgatják azt az embert, aki elárulja a másikat, és azt, akit elárulnak? Jó, érdekes kérdés, mert ez már több millió évvel, hogy is már több millió éve, igen, így jobb, már az emberi, a tudattalan elmében vannak ezek a programok, ez az árulás, és a leg... talán a közismertebb formája ennek a Júdás. És ez mindnyájunkban megvan, azt lehet, hogy már tudják egy páran, hogy a 12 apostol az az elmének a 12 fegyelmi aspektusát szimbolizálja. És amikor mi félünk az árulástól, mert az egyik fele az érmének, az azért van, mert lehet, de nem biztos, hogy régeségen mi is elárultunk valakit vagy valakiket, amit az ego bújtat, és csak érezzük a bűntudatot, vagy emlékszel, ahogy említettük, hogy valami megfigyeltünk, hogy más elárult valakit, és akkor az ellen döntöttünk, viszont ugyanúgy manifestáljuk azt az energiát. Az árulás az egy nagyon érdekes, és egy eléggé fájó árnyuk. Az egy viselkedési formának tűnik, de ez egy árny történet. Ősidőkből jön, és ahogy megyünk egyre mélyebben és mélyebben az elmében, ugye itt van egy millió réteg, akkor az egyik DNS a árnyunk, ami fűti ezeket a kétséges, vagy nem igazán ezeket az egyenes viselkedési formákat, azt úgy hívják, hogy becstelenség. Ez mindenkiben rezeg, ez mindenkiben ott van, csak marhára mélyen van. Tehát akár 100 000 réteg mélyen van, és ugye nem tudunk róla. Van, aki ezt fölülírja, és nagyon becsületesen viselkedik, viszont ahogy hántjuk le a rétegeket, akkor először ez csak feltör, és felszínre megmutatkozik, és akkor vakarjuk a fejünket, hogy miért van ez. Na most, amiről mi tudunk, ugye az, hogy félünk az árulástól, félünk attól, hogy elárulnak, jogos, de igazándiból az a kérdés, hogy miért félünk tőle. Nem jó, engem is rengetegen átvertek, becsaptak, elárultak, de most már tudom a pszichológiát, és amikor ezt megértjük, akkor el tudjuk engedni ezt a rettenetes feszültséget, ezt a stresszt, amivel jön. Majd mikor az ősi sebhez megyünk, akkor egy pár részletben elmondom, hogy még mi mozog a háttérben, de igazán az árulás az a mi becstelenségünknek egy meg nem bocsájtott aspektusa. Honnan származik ez a becstelenség? Az egyik ősi programunk az a becstelenség, és most az égiek ezt macerálják, és a DNS-ben aktiválják ezt, hogy az emberiség térjen magához, és ébredjen fel arra, hogy rengeteg nagyon mély és nagyon sötét dolog rezeg bennünk, és ezek a sötét rezgések, vagy alacsony rezgések, ezek a kvantummezőt ugye töltik, táplálják, és azáltal mi teremtünk egy nagyon kellemetlen külvilágot, amit most is tapasztalhatunk. A becstelenség onnan jön, az alap pszichológiája az, hogy az emberiség, és menjünk vissza millió évekkel ezelőttre, vagy milliárd évekkel ezelőtt, attól függ, hogy az eredetét pontosan nem tudom, de nagyon-nagyon messze jön, nem fogta fel az ember, az emberiség, hogy minden gondolat, minden cselekedet fel van véve a kvantum mezőbe. Tehát én azt mondom neki, hogy azt gondolom, hogy na, ezt már jó, átverem meg minden, ez fel van véve. És most gondolod, hogy hány milliárd ember, hány millió éven keresztül nem tudott arról, hogy minden fel van véve, és minden karmikusan vissza van nekünk tükrözve és mutatva, és azáltal, hogy nem tudtuk, mi csak, hát csibészkedtünk. Össze-vissza, tudod, mondtunk, gondolkodtunk, cselekedtünk, nem értve azt, hogy ezzel másnak ártunk, magunknak ártunk, viszont az ártás az csak emberöltőkkel később jött.
ahogy említettem, talán a régi világban a karma 3-4 élettel később jött, és akkor meg már nem tudtuk a referenciát, hogy ez honnan jön. Azt hittük, hogy tudod, a teremtő minket büntet, de ez egy egónak egy hiedelme. És azáltal, hogy soha nem tanítottak meg minket, hogyan kell becsületesen gondolkodni, cselekedni, és hogyha nem úgy csináltok, hogyan kell korrigálni, ezért burjánzott el ez a sok gaz a kvantum mezőben. Régóta meg akarom már kérdezni tőled, és most nagyon jó, hogy ezt a karmát említetted, mert felmerült bennem egy olyan kérdés, hogy tulajdonképpen mi a különbség a karma között, és a között, hogy valami, van egy traumánk, ami feloldatlan. Tehát, hogy tudom megkülönböztetni, hogy ez most karma, vagy egy életek, évezredek, ezer életek óta jelenlévő feloldatlan trauma, amivel azért találkozom újra és újra, mert ugye nincsen begyógyítva. Hogy a kettő az igazából egy is ugyanaz. Elég nagy az átfedés. A karma igazán annyit jelent, hogy egyensúly, balansz. Tehát, hogyha csináltunk valami rossz, ez a tipikus hiedelem a karmára, hogy valami rosszat csináltunk, akkor mi nekünk rossz fog velünk történni, de ez nem csak erről szól. Vannak olyan aspektusai az életnek, amikor például egy kapcsolatban a másik, hogy mondtam egy-két másik videóban, behisztizik a partner. Na most, amikor a másik behisztizik, akkor tudod, fogjuk a fejünket, hogy jaj, mi van ezzel a szerencsétlennel, nem tudván azt, hogy ő lejátsza a bennünk felismeretlenül rezgő dolgokat. Tehát a partner játsza le, ami bennünk ott van a tudattalattiban, a tudattalamban. És ez is valamilyen szinten egy karma. A karma igazán, amit az univerzum, hadd fogom ezek így, az univerzum azt szeretné, hogy mi tanuljunk. Engedjük el a negatív gondolatokat, gyarapodjunk, cseperedjünk, tanuljunk, legyünk, és teremtsünk egy jó életet. Tényleg ez az egész. És a karma az általunk fel nem ismert dolgok, az általunk elkövetett olyan dolgok, ami kétségesek, vagy tudod, milyen másodlagos kategóriába sorolhatóak. A karma ugyanakkor jó irányba is lehet, mikor valami jót tettünk, és tényleg jó rezgéseket adunk ki, akkor az is visszatér. Tehát a karmától nem kell félni, a traumák azért érdekesek, mert ebben az előadásban úgy terveztem, hogy megosztunk egy-két mélyebb dolgot, minden trauma alatt ott keletkezik egy őrjöngő alvilág. Tudod, ahogy vagy beszéltük, hogy majdnem minden ember azt hiszi, hogy a trauma az, hogy mi történt velünk. Nem. Arról szól, hogy mit hordunk, vagy cipelünk már a múltból magunkkal, mik a megoldatlan dolgok, és hogy mi hogy reagáltunk az elménkben a traumára. Tehát, ahogy említettem, a minden traumában mi kinyírjuk a vadabb traumát, mi kinyírjuk a támadót. Na, erről senki nem tud. És akkor az ebből származó bűntudatból leszünk betegek, meg immunrendszer problémák, meg stb. Tehát az a karma az, hogy hé, ébredj föl, minden oké, gyógyíts meg magad, de nem felszínes módokon, hanem mélyen az elménynek a legmélyebb részén. Tehát igazán, hogy te is mondtad, elég nagy az átfedés. A traumákban az a nehéz és a kihívó, amit így most már tényleg nagyon hosszú évek óta látok, 13 éve tanítok körülbelül, hogy nem látjuk a több tízezer réteget. Az felső pár század, igen, és akkor alatta meg, ahogy említettem, ezt tényleg ki kell tanulni. Ezt nem fogjuk meditációba letölteni, és ezek a láthatatlan rétegek, ezek ugyanúgy teremtési erővel bírnak, ugyanúgy manifestálnak. Tehát akkor a karma az innen jön azért, hogy tanuljunk, fejlődjünk. És akkor erre jön az ego, hogy ne fejlődj, maradj, minden oké, már minden tudsz, és akkor azok az ellenállások, amikkel nekünk szembesülni kell. Én egy kicsikét előrébb járok ugye ebben a témában, mint a hallgatók, mert ugye megnéztem közben a trauma előadásodat, és abban elmondod, hogy az árulás mögött valójában a teremtővel való konfliktus áll, tehát hogy onnan ered az egész árulásnak a traumája, és ugye ezt mindannyian megtettük, mert hogy a teremtőt magát árultuk el. Az a kérdésem merült fel itt közben, hogy
tulajdonképpen az Isten tagadás, vagy az ateizmus, amivel kapcsolatban azért a felszínen arra gondolok, hogy a szocializációs folyamatok eredménye, tehát családi háttér, neveltetés, kulturális közeg, vagy életesemények és csalódások következményeképpen jut el valaki arra a következtetésre, hogy Isten nem létezik. De lehet-e mégis az az oka, tehát ugye az Isten tagadásnak, hogy aki nem hisz egy felsőbbrendű rendezői elvben, tehát Istenben, univerzumban, forrásban, ki ahogy nevezi, a mélyben tudattalanul azért tagadja, mert hogy nincs feloldva ez az ősi konfliktus közötte és a teremtő között. Igen. Akár mennyire hiszik az emberek, hogy Isten hívőek, meg szeretőek, nagyon sok, több tízezer évi konfliktus van belünk, és ez az egónak az alsóbb rétegei. Mikor tartottam előadást, vagy csináltam videókat az egóról, mindig mondtam, hogy van egy 5 éves verzió, egy középiskolás verzió, egy diplomás verzió, és van egy nagyon-nagyon aljas verzió. És ez az aljas verzió, ez, aki nagyon mérges a teremtőre, nagyon mérges az Istenre, nagyon mérges az életre, és ezkor ezt kivetítjük különféle úgynevezett ilyen alakokra, vagy foglalkozásokra, és ez a dű, ez az a luciferi, a bukott hangyalnak egy verziója. És eljutottunk abba a korba, hogy most erről beszélünk ugyanígy 100 évvel ezelőtt, akkor mindenki felháborodik, meg megköveznek minket, de nem lehet, mert ezek a nagyon mély elmei aspektusok, ezek jönnek most a felszínre, és mindenkiben ott van. Viszont mikor meggyógyítjuk, akkor meg elmúlik, és felülkerekedünk, és akkor el tudjuk tüntetni ezt, vagy igen, el tudjuk tüntetni ezt a nagyon-nagyon titkos, vagy nem annyira titkos dühünket, ellenállásunkat az univerzum, vagy a teremtő felé. És ez azért egy nagyon érdekes, ilyen konfliktusos szitu, amiben már több trilliárd, meg nem is tudom, milyennek a quadrilliárd, azt hiszem, lélek ezen átment, hogy mi emberi testben spirituális lények vagyunk. És azért vagyunk itt, egy és egy napnál fogva, hogy a teremtő rajtunk keresztül teremthessen. Ennyire egyszerű. Na most erről ki beszél? Hát páron, de miért nem tud a teremtő rajtunk keresztül teremteni? Mert benn van a rengeteg lerakódott pszichológiai ellenkezés, hogy az elme, a mélyebb pszichológiánk az a tudat, alatti, meg a tudatalan, és ellenállunk ennek a bejövő energiának, amivel az univerzum vagy a teremtő arra kér, hogy hadd nyilvánuljak meg rajtad keresztül. Hadd csináljak valami fantasztikus, újat rajtad keresztül, magadon keresztül. Nem tudjuk addig ezt bevállalni, amíg tele van az a raktárhelység. És annyira félünk a régi hibáinktól, annyira félünk a megbocsájtatlan a bakiainktól, hogy megtagadjuk ezt a teremtői áramlást, és próbálunk maradni egy olyan idézőbe komfortzónába, ami valamilyen szinten sikerült, viszont ezen felül nem tudunk tágulni vagy kilépni, és ez nagyon-nagyon nagy kudarchoz és gyűlölethez vezet. Még egy nagyon ellentmondásos, okay. Tehát még annyi, hogy az emberekben ott van az 1 millió réteg, és azért ilyen dühös az ember, azért van ez az ateizmus, azért van ez a sok, ez a Isten ellenesség, meg stb., mert legesleg belül ez a luciferi egónk, ez ő úgy érzi, hogy ő, hát az úgy, hogy defeated, a defeat, az a vereséget szenvedett. És amikor mi vereséget szenvedünk, legalábbis így hisszük, akkor abból jön ez az eszméletlen komoly gyűlölet. És a legtöbb ember ugye nagyon-nagyon mélyen, nagyon gyűlölködő, nagyon agresszív, nagyon mérges, és ez azért van, mert mi úgy hisszük, gyógyulatlan sztori, vagy történet, hogy mi vereséget szenvedtünk. Na most ez az eredeti tört, most ehhez ad hozzá több évszázados, vagy több évezredes háborúkat, tett hozzá azokat a mikroverességeket, amiket mi szenvedtünk ebben az életben, és amíg ezek nincsenek metodikusan megcímezve és feloldva, addig visszük tovább ezt az ősi a tombolást.
Ezek miatt, a vereségek miatt alakul ki bennünk bosszúvágy? Vagy akar tudattalanul? Cipelünk Igen. ilyesmit évezedeken keresztül ezzel a düvel együtt? Adott esetben? Természetesen. Tudod, minden traumában az egyik a aspektusunk, ami kompenzálva lesz, vagy megsérül, az a személyes erőnk. Mindig úgy érezzük, hogyha mi alul teljesítettünk, vagy minket bántottak, vagy mi vereséget szenvedtünk, akkor milyen erőtlen, vagy ilyen leredukált erővel, ilyen pozícióból élünk tovább, viszont vissza akarjuk kapni az erőnket, de a metódikát soha nem magyarázta nekünk senki, és akkor a bosszú vágy, ez egy ilyen visszatérő, hogy azt valahogy visszaszerezzük. És persze soha nem fog így menni, de az egy olyan rezgés, ami mindenkiben ott van, és ez vezet ahhoz, hogy nem tudunk megbocsájtani. Az áruláshoz kapcsolódik tulajdonképpen ugye a megcsalás is, és az árnyékokról szóló előadásodban nagyon röviden megemlítetted, hogy a megcsalás mögött az érdemtelenség érzése áll. Szeretném, hogyha ezt egy kicsit jobban elmagyaráznád nekünk. Mire nem érezzük magunkat érdemesnek, amikor hűtlenséget követünk el? Az a nehéz a földi életben nekünk embereknek, hogy ahogy mondtam, valamelyik régi videóban viccesen, hogy térkép nélkül mentünk el otthonról, de tudod, a leírás, meg az úgynevezett receptkönyv az otthon maradt, és csak az érzéseinken és a bakjainkon keresztül, vagy a sikereinken keresztül tudunk korrigálni, azaz növekedni. Viszont ehhez mondtam azt, hogy ez mentorok nélkül abszolút nem megy, mert csak az ego direkt úgy csinálja, hogy kitörli a fontos lépéseket, és egyre inkább belenyom minket traumatikus szitúba. És a megcsalás az egy árnyunk, a csaló, megcsaló férfinő, tudod, mikor az elmének a nyelvezet az nem specifikus, tehát férfinő, de mindenki a történetre figyel. Ezt már hallott tőlem többször, hogy engem a történet annyira nem érdekel. Érdekel, mert az a bizonyos személynek egy megfigyelése, egy megfigyelési pontja. Viszont én tudom már, hogy milyen más részről jön, honnan jön. Az egyik nagyon-nagyon fő tő árnyunk az érdemtelenségünk és az értéktelenségünk. Azért nem szeretem ezeket a megerősítéseket, mielőtt át nem tisztítjük az egymillió rétegű elmét, mert azt mondja ugye, a legtöbb megerősítés, hogy én méltányos vagyok, én megérdemlem, nekem még ebben jó vagyok, és azt mondja az univerzum, semmi gond, hallgatlak is szívem, viszont itt találtam 3000 ellenálló gondolatot, bemutatom. és akkor jön a tánc, tudod? és ha valaki megcsal, hát te is tudod, ez egy eszméletlen fájú valami, ennek megvan a maga pszichológiája, hogy nekünk miért fáj, ezt el kell engedni, de igazándiból, ha belegondolsz, az egész világ csak egy színpad. Ezt Shakespeare is megmondta, és ez az érdemtelenség, az értéktelenség, a méltánytalanság és az úgynevezett becstelenségnek egy bemutatója. Tehát szép, nem szép. Fáj, nagyon fáj. De mikor tudjuk a pszichológiát, akkor vissza tudjuk következtetni arra, hogy ez azért történt meg velem, mint egy bemutató, mert ez bennem is ugyanúgy rezeg, mint a másikban. És amikor nem úgy vesszük, vagy fogjuk fel, hogy te tudod, becstelen, megcsaló ember, hanem azt átéljük a pszichológiát, megnyugszunk, egy sokkal magasabb rezgési világba kerülünk, és akkor meg tudjuk beszélni ezt a dolgot. Most több milliárd ember van a Földön. Tehát nagyon könnyű kísértésbe esni. A kísértés, ugye az meg megint az egónak, ennek az ördögi világnak egy aspektusa, ez egy az egyik fegyelmezetlenségi aspektusok. Ahogy említettem, nem tudunk hibátlanul élni és hibátlanul megcsinálni dolgokat, tényleg pofára fogunk esni ezerszer, tízezerszer, és sajnos ez is egy olyan aspektus, hogy csak azon keresztül tanulunk, amit mi megtapasztalunk.
Beszélgessünk egy kicsit akkor a megbocsátásról, ami ugye nagyon szorosan kapcsolódik a hitlenségnek a témájához. Volt egy kedves hölgy, kérdezte tőled, hogy szeretne erről a témáról hallani. Mert ugye a legtöbb trauma, amit ugye konkrét személy által szenvedünk el, maga mögött hagyja a megbocsátás és az elengedés feladatát, amit talán a legnehezebbnek érzünk mindenben. Miért olyan nehéz megbocsájtanunk? Mi zajlik le ilyenkor bennünk? A megbocsájtás az a legnehezebb dolog, amit egy embernek ki van adva, mint egy feladat. És ez azért van, mert belül vannak ezek a visszavágók, ezek a, hogy is hívtad, a... A bosszúvágy. Bosszúvágy, igen, igen. Megtorlás, igen. Megtorlás. Tudom, hogy írtad nekem, csak próbáltam emlékezni rá. És az történik, hogy az ego torzít, eszméletlenül torzít, az 5%-ára emlékezünk annak, ami történt, és a 95%-ára meg abszolút nem emlékszünk. És mikor én dolgozom kliensekkel, vagy tanítom, akkor én felvilágosítom az embereket, hogy tudtad, hogy ez a 90% ez marhára nem úgy szól, mint az 5%. Nem értem a logikát, persze, hogy nem érted, mert az ego az betett nekünk ilyen kicsit, ilyen hülyítő programokat, hogy ne értjük. És az történik, hogy minden trauma alatt, mikor főleg nagyon-nagyon konfliktusos volt a szitu, akkor mi arra, tudod, ez a szemet szemért, tehát mi megfogadjuk azt, hogy ide visszajövünk, mint a Terminátor, tudod, a bíbák. És most ezt megmondom a legtöbb embernek, és akkor először, mikor még úgy eléggé frissek a téma, akkor én, és az történik, hogy nagyon alul, több ezer síkon mi büntetjük a bántót. Mi büntetjük, nem csak akarjuk, hanem büntetjük a bántót, és eszméletlen, finom, kis manipulatív technikákon keresztül. Kit büntetünk? Hát nem olyan sok kategória van, apu, anyu és a partnereink. Bocsánat, ebben én nagyon otthon voltam amúgy. Ez feltétlen kifinomult, ilyen 10 000-es taktikám volt. De ez megint annak az eredménye, hogy ott van az elhagyatottsági trauma, ott van a cserben hagyástól való félelem. Tehát valahol minden meg lehet érteni, azért a múltkor, amikor meséltek, hogy tényleg az ember ehhez humorérzékkel, mert külön az ember, tudod? Megbolondul. Megbolondul. És nagyon sokat hallottam már emberektől, jönnek hozzám, hogy hát én már megbocsájtottam, én voltam Hawaii-ba, és már ennek megbocsájtottam, ne. Magadnak bocsáss meg. És akkor miért? Hát azért, mert a te anyukád, az te vagy egy múlt életben egy paralel idősíkon. A te apukád ugyanúgy te vagy a múlt életben egy paralel idősíkon. Tehát amit ők csinálnak, az te vagy egy gyógyulatlanabb, kevésbé evolúlált verzió, vagy egy formában. Csak az ego szeret okolni. Tudod, erre mondtam még régen, hülye anyó, hülye tanár, azt mondtuk, mi voltunk, mi vagyunk, ne paral idősíkon. Tehát, amikor nem úgy történnek a dolgok kisgyerekként, mint ahogy mi szeretnénk, ez azért van, mert nem látjuk ezt a lélekszerződést, nem látjuk ezt a menetrendet, akkor az ego azt mondja, hogy hát anyu, ugye ez nulla, semmi nem érhez, apu még rosszabb, majd én akkor felnevelem magam, de azért nem megyek túl messze, hogy tudod, vissza tudjak jönni, és megmutassam, hogy ki vagyok, és akkor mi büntetjük őket ilyen mikro viselkedéseken keresztül. Na itt a hátulütője ennek, hogy bármilyen stílusba, amikor mi mást büntetünk, magunkat ugyanúgy büntetjük ilyen karma, ilyen hurokon keresztül, és az történik, hogy ugye minden büntetés önbüntetés, és honnan tudjuk, hogy büntetjük magunkat? Hát, hogy alábecsüljük magunkat, hogy önszabotázsos mintáink vannak, hogy nem megyünk, nem cselekszünk az irányába, amit mi igazán szeretnénk, hogy igazán magunkat leredukáljuk, bántjuk, testileg, érzelmileg, ez mind önbüntetés. És akkor, ha alámész ennek azért eléggé kézzelfogható és mindennapos dolognak, akkor ezen keresztül kit próbálunk büntetni? Na, és akkor jönnek a traumák. Hát, mert egyszer anyu, nekem, ez az én sztorim,
15-16 éves voltam, egy sportos kis csávó, tudod, kajakoztam, öt úgy ezt a minden, és zabáltam, mint egy állat, mint egy kutya, és azt mondja, hogy túl sokat eszel. Igen, igen. Csak akkor tudod, jön ez a, az a trauma, ez az időségtörés, azt mondja, na ide figyelj, majd én megmutatom neked, tudod? És akkor ebből jött egy ilyen büntetés, és akkor elkezdtem zabálni, és úgy elhisztam, mit tudom én, 40 éves koromban, mint azzal csak jöttem rá, hogy oké, ez egy önbüntető, mint a anyámnak próbálom még akkor ott megmutatni, hogy én annyit teszek, amennyit akarok. Most kérdez, hogy ebből hány ezer van egy ember elméjében. Majd én megmutatom neked, tudod? Uh-huh. És amíg ezeket az büntető és önbüntető dolgokat nem engedjük el, nem integráljuk, nem, addig nem tudunk megbocsájtani. Magunknak kell, mert mi vagyunk azok, akik próbálják magunkat büntetni azzal, hogy mások kivetjük a mi torzította világnézetünket. Igen, ettől függetlenül azért egy kicsit most kekeckedni fogok, mert hogyha magamból kiindulok, és oké, hogy jó karma, meg régen, meg mindenféle hülyeséget csináltam én előző életekben, de azért itt ebben a jelen inkarnációban mégiscsak az van, hogy a Pistike árult el engem, és a Julcsika vágott fejbe egy bunkos bottal, amiért én nagyon neheztelek rá. És ezeket az érzéseket adott esetben nem tudom elengedni, mert mindig visszapörgök oda, hogy hogy tudta ezt megtenni velem, és fú. De ebben segíts egy kicsit, légy szíves, hogy indulok neki, hogy konkrétan neki meg tudjak bocsátani, vagy azon keresztül, ahogy neki megbocsátok magamnak, vagy... Szóval egy kicsit most így el vagyok akadva ezzel a okay. Hogyan fussak neki annak, hogy megbocsájtok kérdéskörnek. Bármikor valami történik, úgy azt meg kell figyelni, be kell vállalni, és nem nagyon sok minden rossz érzéssel fog járni. Ilyenkor az embernek az a reakció, tipikus reakció, hogy leredukálja magát, vagy felrobban. Tehát vagy mi elnyomjuk, vagy nagyon-nagyon mérgesek leszünk. Mind a kettő mögött van akkor ugye a megoldási technika, amit még az Eckhart Tolle is mond, hogy oké, menj át a megfigyelő pozícióba. Na most bemenni a megfigyelő pozíciójába az még nem elég, mert tudni kell a pszichológiát, hogy itt mit kell megfigyelni. Mert minden ami következtetés, ami levonunk, az a mi tudatosságunk szintjén van. Tehát vannak sokkal magasabb olyan dolgok, amit le kell vonnunk és meg kell tanulnunk. Amikor Julcsi, meg a Pistike, vagy tudom, amit mondtál, tudod, ilyeneket csinál, akkor az van nagyon alul, hogy jönnek föl ez a csomó, a becstelenség, a gerinctelenség, az aljasság, ezek a megoldatlan árnyi történeteink, viszont van még egy olyan, és az ego nagyon-nagyon próbál bújtatni, hogy igazságtalanságot érzünk. És az igazságtalanság az a teremtő felé van. Az ego azt próbálja bennünk beletetni, hogy a teremtő az egy pancser és igazságtalan. És látod, meg kell oldani mindig a szemünk elé tárolódó, tároló az eseményt, de az alatt ott van még több száz aspektus, és ha mindegyiket kitisztítjuk, akkor soha nem fogjuk tovább rezegni, nem fog bennünk megtörténni, nem fog minket zavarni, és... Én is beszéltem többször a krisztusi tudatosságról. A krisztusi tudatosság nem azt jelenti, hogy most én itt rezgek fönt, és marha jó minden, hanem az, hogy beolvasok az embereknek. És felvilágosítom őket, hogy tudom, mit csinálsz. Én is csináltam, ez nem arról van szó, hogy én játszom, hanem minden magasabb tudatosságnak kötelessége egy alacsonyabb tudatossági szintet felhozni, vagy legalábbis tanítani. Na most ezt hányan csinálják? Nagyon kevesen. Jó? Tehát az a lényeg, hogy minden réteget meg kell oldani, nagyon sok ember itt szeretné kezdeni, de itt még van akár több ezer réteg is. Muszáj kérdeznem. Mondja. Mert itt, igen, mert azért megütötte a fülemet, hogy a krisztusi tudatosság úgy működik, vagy a fölött, hogy azért muszáj beszólni az embereknek, tehát egy picit meg szeretnék állni ennél a kérdéskörnél, mert nekem ez mindig örökké kérdésem, igen. Ha látom, hogy a másik mit művel, és látom azt, hogy nincs tudatában, vagy nincs tisztában azzal, hogy mit művel, akkor nekem jogomban állhat neki ezt megmondani, mert úgy vagyok vele mindig, hogy jó, felülemelkedem rajta, az ő dolga, az ő karmája, majd ő megoldja magának, ha akarja, ha segítséget akar kérni, segítséget kér, én megyek tovább, és elsétálok mellett, és foglalkozom magammal, és foglalkozom azzal, hogy saját magam dolgait
tisztítsam ki, hogy a saját elmémet, vagy saját magam fejlődje. De akkor ezek szerint ez mégsem jó taktika? Az elején jó, de a végén minél tisztább az elme, annál több felelősségünk van. Gondolj bele, minden másodrangú viselkedés, másodrangú gondolkodás az a kvantum mezőt szennyezi. A kvantum mezőből mi mindnyáján táplálkozunk, nekünk az, onnan jönnek az energiák. Tehát, ha valaki szemetel, például a házad elején, akkor hagyod, hogy csinálja? Ugye ez ugyanaz? Pontosan, szóval mit csinálsz? Téri magadhoz, tudod? És minél integráltabbak vagyunk, annál inkább tudunk úgy kifejezést adni dolgoknak, hogy az precíz legyen. Nem bántó a cél, hanem egy ráébresztő szándék arra, hogy ez egy alacsonyabb rezgésű, másodrangú viselkedés, gondolkodásmód, ez nem fér bele. Most az, hogy ő mit csinál ezzel, az az ő karmája. Viszont amit én észrevettem, Szonya, hogy tudod, sokan félnek tőlem, én beszólok, de aztán visszajönnek, azt mondják, hogy nagyon köszönöm. Köszönöm, mert nem láttam ki a saját fejemből, vagy tudod, nem látjuk a fától az erdőt, és erre nagyon nagy szükség lesz. Minden más civilizációba, amit mi itt megtehettünk ezen a földön, mivel a szabad akarat volt, ez nem megy. Itt olyan szinten, tudod, Pistike rosszra gondolt, bum, kapott egy izét, egy gyors oktatást a mentoroktól. Itt nekünk eszméletlen nagy tér volt adva arra, hogy kajlódjunk, bajlódjunk, tudod, mindenféle cseles dolgokba belekerüljünk, de most már ez nem fog menni. Tehát az új világ arról szól, hogy emelkedni, takarítani, tisztítani, segíteni, de ez abban is van, hogy másodrangú gondolkodásmódokat nem hagyunk kifejezetlenül. Értem. Még az árulás, az egy dolgot szeretnék tőled megkérdezni. Milyen kompenzációs viselkedést alakít ki az, aki elárul, megcsal, de ez ugye a tudat árnyékában marad? Több. Attól függ, hogy ugye több millió kis pici kerék meg alkatrész van belünk, tudod? Attól függ, hogy melyik biztosíték. Van, aki például férfiaknál van-e, hogy impotens szimulálhat, tehát nem fog működni. És ez azért van, mert a bűntudat, az elengedetlen dolga, az úgy jön ki. A bűntudat mindig ott lesz, a bűntudat az egónak az egyik üzemanyag, hogy a félelem és a bűntudat az a kettő, és amíg egy ember ezt nem oldja fel, és professzionális nem gyógyítja meg, addig a kettőnek a kombináció valahogy mindig a felszínre jön. Hárítás az egy nagyon tipikus valami, hangosan beszélni, akkor a magunkat bántani, meg egy önbüntetési folyamatba is mehet bele, mert legtöbbször, ha belegondolsz, a megcsalás csak nem azért van, mert hirtelen megjött az étvágyunk, hanem azért, mert a jelenlegi szituba valami nem jól működik. És általában az a valami, ez a szex. Vagy nem kapunk figyelmet, valami hiány van, és azt a hiány próbáljuk pótolni. Jó-e a logikája, vagy nem, az egy más kérdés, de igazán ez a motiváció. És akkor ez alatt a viselkedési folyamat, akkor ott vannak ezek az alsó számok. És nagyon sokat olyat is láttam, ugye, mint a kompenzációról beszélünk, vagy ilyen viselkedési a felülírásokról, hogy az ember akkor megfenyegeti másokat, hogy jó, hát akkor megyek. Ennyi, nekem ennyi volt, megyek. Ez viszont egy elhagyatottsági traumának egy aspektusa. Tehát azért mondom, hogy minden nagyon-nagyon precízen így összefügg, és attól függ, hogy ki milyen törzsfejlődési szinten jár, és mit oldott meg, mit nem, az szerint fog viselkedni, de a bűntudat és a hárítás az mindig ott lesz. Értem. Térjünk rá a következő témára, a 12-es típusú traumára, az az ősi seb, ami egy ilyen nagyon érdekes és kicsit ilyen misztikus fogalom. Melyik jelenben is hozzánk tartozó részünk sérült ősidőkkel ezelőtt, amikor ezeket a sebeinket szereztük, az ősi sebeinket, és hogyan utaznak ezek a sérülések velünk téren és időn át? Öt ősi seb kategória van, és általában megoldatlan traumákba jönnek. Tehát rengetegen csináltunk már múlt idő, vagy múlt életbe való regressziót, és akkor ott volt ez az öldöklés, meg az a traumám, stb.
Ez is egy hasonló szituációból jön, viszont az ősi seb az egy olyan domináns, egy csomag. Soha nem egy dologról szól, hanem öt kategóriája van, és azt hiszem, hogy mindjárt megvan mind az öt, csak a sorrend egy picit más, hogy az intenzitás egy picit más, és ez az ősi seb, ez megjelenik 0 és 2 éves kor között. Na most erre mi nem nagyon emlékszünk, és ahogy megjelenik, erre mi reagálunk és kompenzálunk, de arra sem emlékszünk. Ez az ősi seb, ez ismét megjelenik a 4 és 5 éves kor körül, akkor már emlékszünk rá, de akkor se tudjuk igazán, hogy mit kezdjünk vele, mert túl fiatalok vagyunk. Az egyik az ötből, az ősi seb, az ősi sebnek az a biztonsághiány. És itt fizikai biztonságról beszélek, és ez jöhet régi bántalmazásoktól, tudod, fizikai, vagy szexuális, vagy bármiféle traumából, és úgy viselkedünk, hogy mi leredukáljuk a befolyási körünket, és ezáltal mi kontrollban maradhatunk. Tehát nagy részét a világnak mi elutasítjuk, és így tudjuk kontrollálni ezt a leszűkült a világunkat, mert fizikai biztonságot keresünk. Na most, de az az érdekes, hogy ez manipulációs mintákhoz vezet. Ezek a manipulációs dolgok, ezek a biztonsághelyen kompenzálják, viszont egy idő után nagyon sok stresszt és konfliktust és agresszív viselkedési formát okoz, és azt is okozza, hogy elszigetelődünk a világtól. Oké? Tehát ez elég kemény csomag. És szerintem majdnem mindnyájunknak van egy ilyen. Hogy fizikai biztonságot keresünk, az nincs meg, és akkor kompenzálunk, akkor manipulálunk, és innen az emberi manipuláció, mert próbáljuk visszahozni, visszateremteni azt, amit annó nagyon régen elveszített. A következő ősi seb az a szeretethiány és az értéktelenségnek egy története. Úgy érezzük, ez velem nagyon domináns volt, nekem nagyon domináns volt, hogy nem vagyunk szerethetőek, és hogy nem vagyunk elég jók, de van erre egy jó szó, segíts ki, légy szíves. Emléksz, mikor beszéltünk, hogy inadequate? Igen. Az mit jelent? Az elégtelenség, az önmagunkkal való, szerintem teljes elégedetlenség, amikor semmilyen tekintetben nem tudunk megelégedni azzal, amik vagyunk. Így van. És az történik ebben a szeretet hiány, meg az értéktelenségben, hogy teljesen elnyomjuk, akik mi igazán vagyunk. Elnyomjuk, amit mi igazán szeretnénk, és azért, mert itt jön a háttér, a logika, hogy azért nyomjuk el, akik vagyunk, meg amit szeretnénk, mert mi úgy döntöttünk egy régi traumában, hogyha kifejezzük, hogy mi igazán kik vagyunk, akkor az veszélyezteti a túlélésünket. Emlékszel, beszéltünk erről a túlélési félelmektől? Nem, oké, ne arra, hogy összekevertem a témát. Tehát a túlélésünket veszélyezteti, hogyha kifejezzük azt, hogy kik vagyunk, és mi az, ami mi igazán szeretnénk csinálni. Ez egy nagyon érdekes kacipántos logika. És akkor leredukáljuk magunkat, és akkor viszont bármikor mi leredukáljuk magunkat, akkor nagyon dühösek leszünk. A harmadik ősi seb az az, mikor erőtlennek tituláljuk magunkat, mikor erőtlenek vagyunk, és egy identitást formálunk magunkról, és akkor itt a vicces része, ami a szüleink mintájának az ellenkezője. Tehát, hogyha ők nagyon dolgosak voltak, akkor mi lusták leszünk. Ha ők túlságosan engedékenyek voltak, akkor mi szigorúak leszünk, és így tovább. Tehát a szüleink mintájának az ellenkezőjét csináljuk, amikor ez az erőtlenség, energia, vagy ez az ősi seb bennünk van. És gyerekkorban, hogyha a környezetünk túl kontrollált volt a szüleink által,
akkor mi elkezdünk megint manipulálni. A manipuláció ad egy átmenetileg egy olyan érzés, hogy van erőnk, de ez egy álca, ez egy fals erő. És az emberek ugye úgy működnek, amit mondtam még az árny kompen, bocsáss meg, az árny előadásban, hogy mi vagy elnyomunk valamit, és akkor strandlabda lesz, vagy kifejezzük, és akkor ilyen nagyon, ilyen túltöltötten jön a felszínre. Jó? Akkor a negyedik, ami nekem nagyon erős volt, és azt hiszem, hogy ezzel is könnyű azonosulni, hogy nem tudtam bízni, nem tudunk bízni. Kételkedünk a belső irányban. Nem bízunk az életben, nem bízunk másokban vagy magunkban. Amúgy ez egy olyan ősisebb, hogy az emberiséget ez terelte ide a jelenlegi szituba, hogy a bizalom hiány. Nem bízunk magunkban, az életben, a teremtőben, másokban, magunkban, de ez, ami nagyon érdekes, ez egy érzelmi biztonsághiány. Tehát van az első volt a fizikai biztonsághiány, ez pedig az érzelmi biztonsághiánynak egy ilyen szövődménye, ha lehet így fogalmazni, és azt csináljuk, ez nagyon érdekes, ez a bizalomhiányos pszichológia, ez azt teremti, hogy olyan dolgokat kezdünk el csinálni, amit nem szeretünk. Na most azt hiszem, hogy ezt én is csináltam nagyon sokáig. Bevállunk olyan dolgokat, ilyen önfeláldozó dolgokat csinálunk, ami igazán nincs összhangban azzal, akik mi igazán vagyunk. Kontrolláljuk ez a viselkedés, hogy kontrolláljuk, ahogy beszélünk, és hogy azért próbálunk nagyon finoman fogalmazni, ami az igazságnak egy kicsit az ellenkezője, nem akarunk másokat megbántani, ezáltal mi biztonságban érezzük magunkat, és azt hiszem, hogy ezt is nagyon gyakran látjuk. Kicsit olyan lábújhegyen járunk, és mindig figyeljük a másik reakcióját, és akkor, mikor neki nem tetszik valami, vagy kiborul a bili, akkor azonnal korrigálunk, és próbálunk a biztonságot visszaállítani. És emellett még olyan pozíciókat is vállalunk fel, ez lehet munkahely, ez lehet a családban, vagy lehet ilyen baráti körökben, ahol nem kell, hogy magunk legyünk. Tehát nem vállaljuk fel magunkat. Nem tudunk, nem jut kifejezésre, akik vagyunk, és ez vagy nagyon komoly elszigetelődéshez vezet, amit nagyon sok emberen látok, vagy pedig egy ilyen kitöréshez, amit úgy mondjuk, hogy függetlenség. Tehát a független nő, tudod, ez is egy ilyen, hogy az is egy, ennek egy kompenzációja, ennek a bizalom hiánynak. És itt még van egy olyan, hogy azt hiszük, hogy mindent nekünk kell egyedül megcsinálni támogatás nélkül. Azt mondja, ez nagyon ismerős, ugye? Mindent nekünk, és akkor ebből jön egy ilyen lázadás az élet ellen, a teremtő ellen, és ez az egyik tőárnyékunk, amit úgy hívnak a lázadó. Jó, tehát ez a negyedik, a bizalomhiány, és akkor van egy ötödik, egy olyan kicsit érdekes, ez a perfekcionizmus, a tökéletesen kell, hogy csinálja. És ez onnan jön, hogy régen, lehet, hogy ebben az életben történt, lehet, hogy a DNS-en keresztül kaptuk meg a szülőktől, vagy ősi mintákból, hogy valaki a teljesítményünket bírálta. Nem esett jól, és akkor a pillanatban, ilyen pillanatokban nagyon sok döntés hozunk az elme, mint egy ilyen szuperkomputerünk, akár 10-20-30 ilyen döntést is hozhat, és nem is tudjuk, hogy ez megszületett, és aszerint alakul a további életünk, és idomul az életünk, és az következik ebből, hogy tökéletességet próbálunk elérni, hogy tökéletesen kell csináljam, hogy még akkor is, hogyha kapunk jóváhagyást, nem kielégít ez a jóváhagyás, nem elég, mert mindig valahogy úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég jók, és soha nem vagyunk elegek. És ezek az emberek, rám is ugyanez volt. Tehát nekem mind az öt ott van, de úgy tudod, ilyen hektár nagyságban, hogy csak tanulunk. Egyik diplomát a másik után szerezzük be, és az érvényességünket, meg az érvényességünket a teljesítményen keresztül próbáljuk bizonyítani. Tehát ez az öt. Elmondom itt csak gyorsan, hogy segítsek így összefoglalni, van a biztonsághiány, a fizikai biztonsághiány, a szeretethiány, értéktelenség, ez a második, az, hogy erőtlenek vagyunk, ez egy nagyon-nagyon fontos energia, a bizalmatlanságunk, és akkor ez a perfekcionizmus, ez a tökéletesen kell, hogy csináljam,
Különben ez a nem elégség, ez a belső nem vagyok elég érzés, ezt téged szétveszít. Tehát ezek az ősi sebek. És ahogy látod, ha ezeket nem gyógyítjuk meg, akkor az egész élet csak egy ilyen, hát egy ilyen fájú esemény. Én abszolút érthető, hogy ez miért 0 és 2 éves kor között piszkálódik meg, vagy hogy miért akkor manifestáljuk először ezeket a traumákat. Az jutott eszembe erről, miközben beszéltél, hogy nagyon úgy hangzik ez az ősi sem, mint hogyha ez egy ilyen kollektív tudattalamban lévő trauma lenne. Konkrétan valamilyen ősi történethez kapcsolható, vagy mindenkinek személyes történetéhez kapcsolható még millió évekkel ezelőttről? Mind a kettő egy kicsit. Tehát, ha belegondolsz, most te itt vagy te, itt vagyok én, végülis két különböző ember vagyunk, viszont ha tényleg elkezdjük összeadni, ami eddig velünk történt, és tényleg emlékszem múlt életünkre, szinte ugyanazon mentünk át. És tehát ezt azért mondtam, mert igen, ott van a kollektív, persze. Sokszor mondtam, főleg így az utóbbi pár videóban, hogy ez nem rólam szól, rólad szól, hanem tényleg most már rólunk szól. Tehát én is annyit tisztítok, amikor megjelenik rajtam keresztül, akkor én elengedem, és akkor más érzi, hogy elengedődik. Tudod? Tehát egyéni történet természetesen mindegyikünk egy picit más evolúciós szinten jár, és egy picit más a háttér, és onnan jön az egyéni történet, viszont érezzük a kvantummezőből lejövő energiákat is, a másoknak a történetét és sztóriát. Tehát nem olyan szeparált, mint amit mi hiszünk. Értem. Nagyon érdekes dolog jutott még az eszembe, boszorkány üldözés szindróma, és akkor szeretném egy kicsit kifejteni, hogy mit értek ez alatt, mert az az érzésem, hogy valahogy ez is ehhez az ősisebbhez kapcsolódik. Ugye minden közösségben vannak olyanok, akik ugye szinte élesen elválva a tömegtől teljesen másként gondolkoznak, vagy más értékrendet képviselnek, más gyógymódokat keresnek és alkalmaznak, és teljesen másként hisznek egy ilyen felső rendezőjelben, tehát Istenben vagy természetben. Szükség szerint ezt vállalják is, és kiállnak olyan ügyekért, ahol igazságtalanságokat tapasztalnak, azáltal, hogy kimondják a mások számára adott esetben kínos igazságokat, és számos ilyen ember megtalálható, orvosok, kutatók, gyógyítók, de a hétköznapi emberek között is. Viszont őket a társadalom és a nyilvánosság, vagy a tágabb közösség sokszor üldözi, megveti, és akár hosszú életeken, vagy életre ezt tapasztalják, és azt csúgja, miatt a megérzésem, hogy az ide kapcsolódó traumája ezeknek a lelkeknek és az ősi sebekhez köthető, és akkor ezt jól sejtem? Tehát, hogyha igen, akkor mit hordoznak ők magukkal évezredeken, évmilliókon át, és mit kell megtanulniuk, megfejlődniük, hogy ne legyenek, vagy ne legyen életeik állandó kísérő jellege ez az üldözöttség érzése? Oké, nagyon jó. Amikor ezek felismerésre kerülnek, akkor magunkban megoldjuk a történetet, az árny történetet, az alatta lévő tőárnyi történetet, stb. Stb. Akkor ez elmúlik, és nem fogjuk soha több eleve félni tőle, és bevonzani. Viszont a tő, bocsáss meg, a core wound, azaz az ősisebb, az ősisebbnek az egyik az, hogy erőtlenek vagyunk. Na most ez kire igaz? Mindenkire. Minden traumába otthagytuk az erőnket. Most képzeld el, hogy jön egy boszorkány. Menjünk vissza akár a 1600-as évekbe. A tudatosság az ilyen pici volt, és a boszorkány tud valamit, tudja a természetes törvényeket, tudja azt, hogy beveszed ezt, meg ezt az írt, vagy tudod, vagy a, mondj már, a teát csinálsz ebből, meg ebből, meg tud mentális síkon is segíteni, hát, hogy én is távgyógyítok. És akkor ezzel megoldok egy problémát, amire a legtöbb ember leredukált magát is be, elhitette magával, hogy ez a probléma csak az egyedüli megoldás, hogy szenvedünk és maradunk itt a problémában. És ez az erőtlenség. Az erőtlenség egy eszméletlen, hétköznapi szónak tűnik, viszont egy nagyon-nagyon destruktív energia. Képzeld, hogy itt van ez a boszorkány, aki most feltételezzük, hogy jó. Oké, mert vannak sötét erők, meg stb. Jó. És fél az ember megkövezik a segítőt. Ez a Bibliában is le van írva. Fél az ember, de azért, mert ez az ember erős, fél a saját erejétől. Fél attól, és ez egy ego trükk, hogy a saját maga által fel nem tárult tudatlansággal szembesülnie kell.
Na most rengeteg olyan boszorkány is volt, aki fekete mágiát csinált. Azt hiszem, hogy ez elég közismert, viszont nagyon sok olyan ember van, akik általában nem a köznép, vagy a szembe, vagy a központ vannak, akik fehér mágiát csinálnak, és eszmérlen komoly, olyan segítik a háttérből az emberiséget és az emelkedést. És az történik most, hogy ezek a tömegek, akik féltek és megkövezték és megdobálták, az alacsonyabb tudatosság az mindig megtámadta a magasabb tudatosságot. Akkor az erőtlenség. Ott a biztonság hiány. Bízhatok ebbe? És tudod, nem az a baj, hogy mi azt mondjuk, hogy ebben még nézem egy kicsit, hogy bízhatok-e, hanem olyan mérgesek vagyok, a több száz vagy több ezer olyan történet, mikor már rájöttünk, hogy nem tudunk kibe bízni, hogy már ezt is ebbe a kategóriába, a jó, most ez egy jó, ezt is abba a kategóriába teszik, és megtámadjuk a jót. És ennek a kornak vége van. Az égiek ráfogják az emberekre, nem úgy, hogy ráfogják, azt gondolom, nem ráerült, hanem felfogják őket, vagy világosítják, vagy tájékoztatni fogják róla, hogy ez az rengeteg dolog, az érzelemvilág, meg a kivetítések, meg a dű, meg a harag, az a saját rendezetlen elméjükből fakad. Na most akkor ennek, ahogy te is gondolom, van egy kis személyes tapasztalatod ebbe, ugyanúgy nekem is, én is nagyon sok múlt élet regressziót csináltam, és voltam már minden, Lotus Factus, meg Varázsló, meg Bossi, meg minden, és ismerős, meg engem is megköveztek, meg fejbe lőttek, meg attól függ, milyen eszköz állt a rendelkezésükre, és ezeket nekünk magunkban meg kell gyógyítani, át kell vizsgálni a halálesetet, át kell vizsgálni a hiányzó energiákat ugye az alacsonyabb tudatosságból, és nekünk kell úgy felülkerekedni, ez most mi vagyunk, a jó boszik, hogy nekünk kell egy olyan szituba, egy gyógyult szituba kiteremteni, hogy ez már minket ne zavarjon, és ezek lesznek a domináns energiák. És akkor megszűnik az üldöztetés, vagy az üldözöttség érzés, és bármilyen helyzet. Hát az is egy árny történet. Azért tudod, az üldözött boszorkány, ez egy árnyi történet, azt lehet integrálni, de akkor az még nem elég, és akkor miért üldözték? És akkor ott van egy történet aspektusa, mert a tudatlanság az egy tőárnyék, és a tudatlanság, és akkor így tovább tud, visszavezeted ezt a több száz lépéses logikát, és engeded el egymás után ezeket a felgyűrömlett nehezteléseket, és a neheztelések, azok mindig annak az indikátorjai, vagy a mutatói, hogy mi erőtlennek hiszük magunkat. Vissza az ősi sebhez. Jó? Tehát én nagyon örülök annak, hogy ebben az időben járunk, mert én szeretem az intelligens, emelkedő embereket, és szeretem tudod, azokat az embereket, akik a krisztusi vérvonalban meg voltak kövezve, ütve, hogy oké, vége. De most viszont tudod, meg kell gyógyulni ebbe. Így van. A következő traumatikus kicsit inkább a fekete mágiához és a rossz boszorkányokhoz kapcsolódik. Persze valójában ugye ebben az esetben nem, de olyan, mintha igen. És ez az átkok, vagy a rossz szerencse és a pech. És hogyha az átok szóra gondolok, akkor egy olyan ismétlődő mintázatot vélek felfedezni az életemben, amit hiába próbálok megoldani, mert hogy újra és újra visszatér, ezért inkább mindig a karmának tudtam be. Mi a valódi ok annak, ha valamit átoknak érzek? Ez egy ilyen több lépéses folyamat, és azt hiszem csináltam erről egy videót, amit úgy hívnak, hogy mi a nemzeti átok oka. Itt is természetesen megválaszolom, de az történik, hogy ahogy éljük az életünket, és ismét nem tudjuk a menetrendet, nem tudjuk, hogy mi szerint, nem tudjuk az egyetemi törvényeket. Most menjünk vissza több ezer évvel ezelőtt. Ma már jó róla erről beszélni, de egy pár ezer évvel ezelőtt ma megköveztek volna, és nem tudjuk a választ. Oké? És akkor mi történik? Vetítjük ki a saját dolgainkat, és egyik csalódás jön a másik után. Ez a fő kifejezés itt a csalódás. Most azt hiszem, kell túlszínezni, csalódtunk már ezerszer ebben abban amabban, viszont az eredeti csalódás az nagyon-nagyon ősidőkről jön, és visszavezethető
az ősi sebhez, a bizalma, vagy a bizalom elveszítéséhez. Látod, minden összefügg. És akkor megy a csalódás, egyik életöltő után a másik, most eljátszik egy pár százszor, és azt mondjuk, hogy ez szar, ez nem jó. Ez így borzasztó. És olyan mérgesek leszünk, ez a legnagyobb bajunk egyébként, hogy dühösek vagyunk. Ha nyugodtak tudnánk lenni, akkor a tapasztalatokat át tudnánk vizsgálni, és akkor nem dühödnénk, mert minden dühbe időségtörés történik, és áttesszük magunkat egy olyan életbe, ami nem kedvező. Majd a következő, mikor a válásról beszélünk, akkor majd említek egy pár gyakorlati példát. Tehát jön a csalódás, és bedühödünk, tudod? Erre mondtam nagyon sokszor, és egy páran megjegyeztétek, hogy mi mondod, te rongyos élet? Ez olyan átok, mint az álva. Magunknak hozzuk létre ezeket. Igen. Azért mondtam, tudod, nem esik jól, ott van az új lenyomat egy pár napig, de muszáj tudni róla. És akkor a csalódások után mi meghozunk egy olyan döntést, egy dürohamban, ez egy egohiszti, hogy ez nem élet. Így nem akarok élni tovább. Most ezt hányan mondtuk? Olyan ártatlannak tűnik. De ha dühösen mondjuk, akkor elátkozzuk magunkat. Elátkozzuk magunkat. És az a döntés, ami az átok eleje, azt, hogyha semlegesítjük, megszűnik az átok. És ezt honnan lehet tudni? Onnan lehet tudni, hogy valami nem működik, és ellátkozva érezzük magunkat, és akkor visszamegyünk. Ehhez kell tudás, meg kell pszichológiai tudás, meg kell ilyen regressziós képesség, hogy visszamegyünk, és akkor oké, itt van egy elakadás. És akkor alá megyünk, és akkor itt fel lehet oldani az általunk meghozott dühös, vagy dühből meghozott döntéseket. Ez úgy lehet visszakövetkeztetni, persze eszmetlen mély logikája van, hogy mi az, amit mi akarunk, de nincs. És akkor tudod, hát ez, meg ebben a hisztis pillanatban mi ellene döntöttük. És minden hogyan döntés, tudjuk őket felülírni? Hát, ugye erre vannak technikák. Tehát vannak a hiedelemoldó, döntésoldó, árnyoldó, a töredezett elme oldó, tudott technikák, tehát mindig megvan a maga, hogy mondjam, feladata, funkciója, és majdnem minden problémában, majdnem mindegyiket kell alkalmazni, mert túl komplexek ezek a dolgok. És akkor megvan ez az átok, ez egy eszméletlen traumához vezet, mert más se kapunk az élettől, mint ennek a döntésnek valamilyen visszajelzését. Ez még inkább oda vezet, hogy jobban fogunk haragudni a világra, másokra, a teremtőre, és egyre inkább az ősisebb és az összes szinte más traumát ezt táplálja, amit az ego szépen elbújtat, mint ahogy a képernyőse, itt nincs semmi látnivaló. Pedig itt vagyok, de nincs. és mikor tudjuk, akkor szépen vissza lehet így precízen vissza lehet következtetni, és akkor a megoldó technikák. Na most jön itt az átok, és akkor azt érezzük, hogy ez nem jó. Jaj, érzed. Tudom, érezzük. Tehát azért nem vagyunk olyan annyira leredukálva, mint ahogy mi hiszük, és akkor ezt még kompenzáljuk. És akkor elkezdünk ennek a lefelé zuhanó repülőnek szárnyat adni, vagy gázt adni rá, és akkor elkezdünk keményen dolgozni. Tehát mindig, amikor azt mondja valaki nekem, hogy én keményen dolgozom, mondtam. Oké, ez olyan, mint a zárny prezentációmban ez az a quitter, hogy én nagyon elfoglalt vagyok. Na jó, akkor itt köszönöm szépen a beszélgetést. Tehát ezért mondom, mikor valaki nagyon keményen dolgozik, ez nem baj, mert kell keményen dolgozni magunkon, de azt tudom akkor, hogy ott van ez a holtság, ami egy árnyunk, az egy nagyon komoly lelki árnyék, amögött akkor ott van az a átok, és azelőtt ott van a megoldatlan csalódások. Jó, tehát ez egy kicsit, ez már eléggé technikus, vagy technikai beszélgetés, csak hogy tudjátok, hogy tudd azt, hogy ez, ami látszik,
erről írnak könyvet, mindenki marra büszke rá. De ez egy kompenzáció. Akkor itt is van probléma, ezt is meg kell oldani. Ezt is, itt is van probléma, ezt is meg kell oldani. Itt is van probléma, ezt is meg kell oldani, és itt is van probléma. És amikor ezt kivasaljuk, eltűnik az átok, visszajön a lél, vagy az élet, és beindul az élet. Nagyon komplexnek hangzik. Ja, persze. Ez már a quantum training kurzusomban van. De csak hogy tudod, mert én nem szeretek, tehát nekem nincs titkaim, csak azt is szeretném átadni, hogy eszméletlen profi tudás kell, és eszméletlen összetett. Ja. Viszont ezt meg kell tanulni. Tehát most az elkövetkező időben ez lesz az embereknek a fő feladata, ami szuper. Igen, és nem könnyű. Nem. Utolsó traumánkhoz érkeztünk, a szakítások és a válások. Miben különbözik ez a trauma a veszteségeknek a traumájától? A válások azok nagyon érdekesek, mert... Oké, elmondom azt, hogy van három típusú kapcsolat. Párkapcsolatról beszélek, szerelmi kapcsolat. Az első... Szerintem mindnyájunk volt egy picit mindegyikből az a nagy vakáció, ez a romantikus fellángolás. És elutaztunk, beleestünk, mert eljött, haza kell repülnünk, jaj, és akkor van ez. Mindenkinek van ilyen sztória. És van a második kategória, amit tudjuk, hogy karmikus. Na ez azt hiszem inkább a legismerősebb legtöbbünknek, és ez... Egy a lélekszerződésben egy karmikus, több tízezer lépéses egyezményünk van, amit eddig nem olvastak el nekünk, és akkor egyszer csak bejön, tudod, a mézesetek után, akkor bejön ez a úgynevezett erőharc stádium, és akkor azon a stádium, vagy azon a részen nekünk van kb. 10 000 lépés, amit ezzel az illetővel át kéne, hogy dolgozzunk. Erről ki tud? Szinte senki. Most már én tudok róla. Ez csak egy pár éve, mert a mentoraimtól megtanultam. Tudtad, hogy itt ezt kéne csinálni? Nem. Azért. Na és rettenetes kudarcérzés van szinte minden frusztráló, vagy nem passzentos lépésben egy kapcsolatban, és ezt a kudarcot, ezt mi lelki szinten érjük meg. Akkor jön a válás. És akkor azt történik, hogy szinte az összes cserbenhagyás, a szívtörés, akkor a veszteségeknek a felelmenítése, akkor jönnek az érzelmi bántások. Van egy-két olyan kapcsolat, vagy amikor a válás jön, hogy ott még verekedés is van meg. Mondjuk a szexuális inkább nincs, de ha csak nem az általában nincs. És az történik, hogy mindegyiken régi-régi traumát mi újra elevenítjük, és amikor mi újra elevenítünk valamit, akkor azt újra installáljuk. De ahogy említettem, nagyon dühösek vagyunk egy válás alatt, vagy nagyon szomorúak vagyunk, a szomorúság meg a düh az szinte elválaszthatatlan, és ahogy említettem, így még a dühösek vagyunk, akkor nagyon komoly idősík töréseket okozunk. Ez azt jelenti a gyakorlati szinten, hogy elutasítunk olyan dolgokat a világban magunktól, amire szükségünk van. Rengeteg férfi, ez rám is igaz volt, és 20 év után itt tolták be az arcomba, hogy elváltam, és akkor volt meg kislányom. Én Arizonában voltam, ők elmentek Miami-ba, Floridába, és akkor jó kerestem minden mérnök. Tudod, Marci Hevesen, gyors, stb. És akkor azt mondtam, miután beperelt a volt feleségem több gyerektartásért, tudod mit? Akkor nem. Akkor nem keresek egy bizonyos szint felett. Most ez egy átok. Ez a bőség ellen szól. És egy olyan idősíkot teremtettem magamnak, hogy logikusnak tűnt, de elkezdtem anyagilag egyre inkább pénzt veszíteni. És csődbe is mentem. És azért, mert eldöntöttem azt, hogy én innentől kezdve nem adok, azaz visszafogom magam, azaz leredukálom magam, azaz próbálom őt büntetni azzal, hogy én nem adok. Nagyon komplex, csak úgy mondom, hogy nagyon sok férfi azért van ilyen rosszul válás után anyagilag, mert ugyanezt a döntést vagy kijelentést tette. Hogy inkább én nem adok, azért, hogy neki ne legyen, és akkor ebből mi is egy zuhanó repülésbe indulunk, hogy kezdünk. Most a nőknek megvan a maga aspektusa, milyen döntéseket hoz egy nő. Tudod? A férfi ellen dönt.
akkor ez meg ez ellen dönt, és akkor a következő kapcsolatoktól azt várjuk, hogy marha jó lesz. Mert a nagy ő az ott van. Tudod, majd nézzén a dating site. De nem. A nagy ő az bennünk van, miután megértettük, hogy rengeteg traumába mindig elutasítottunk erőforrásokat az életbe, és mikor ezeket meggyógyítjuk, utána van eszméletlen jó élet. Tehát nem csak a múltat ismételjük, hanem új, nagyon-nagyon agresszív traumákat teremtünk, ami nem mutatkozik csak 20 évvel később. Azáltal, hogy gyakorlatilag megváltozik a gondolkodásunk, és megváltoztatja a viselkedésünket az a típusú trauma. Milyen irányba tudja még azon kívül, hogy mik ilyen rossz döntéseket hozunk, hogy anyagilag csődbe visszük saját magunkat? Hát, ha megfigyeled az alap, mit tudom én, 20-30 dolgot, a 14 traumát, és akkor annak mindegyik 100 aspektusát, azt hiszem, hogy ez már elég komoly őrlőgép ahhoz, hogy nem kell ez nagyon hozzáadni, és akkor mindegyik aspektusnak ott van több ezer ága, és akkor benne vagyunk egy ilyen juicerbe, egy ilyen mixergépbe, turmixgépbe, és nem tudjuk, hogy hogy kell kiszállni ebből. És általában akkor jön az élet, ahogy nekem is megtörtént, hogy az univerzum azt mondja, na jó, hát ez rád szükség van, ezt így nem lehet tovább csinálni, és akkor beteggé tesz minket, akkor kiszállunk ebből a árvagyerek, meg ebből a turmix körből, és akkor szépen lépésről lépésre ez a több tízezer programot elkezdjük tisztítani. Okoznak-e negatív hiedelmeket, vagy zavarokat és elutasítást azzal a nemmel kapcsolatban, amihez vonzódunk? Előfordulhat ilyesmi? Tehát, hogy itt jönnek létre az olyan automatizált negatív hiedelmek, mint például minden nő egy kurva, vagy minden férfi gazember, és a többi. Ezek a saját hiedelmeink, és minden emberben ott van több tucat ilyen. A maga neméről és a másik nemről. Ezeket nem is tudja, ezeket tudják, hogy önkoncepciók. És természetesen, de ha belegondolsz, ha most egy kicsit magasabbról nézzük, akkor ezek a típusú dolgok már ott vannak ősidők óta. Valószínűleg már anyukánk így gondolkozott a pasikról, a pater így gondolkozott a nőkről, az ő fölmenő ága ugyanígy gondolkozott, tehát nincs új a nap alatt. Ez azt jelenti, hogy tényleg, hogyha ezeket elkezdjük kitisztítani magunkban, az elménkben, akkor lesz új a nap alatt. Akkor tudunk fölülkerekedni ezeket az ősi mintákon. Tehát visszavéve, hogy visszakanyarod egy picit a megbocsájtáshoz, persze, amíg ilyen hiedelmekkel rendelkezünk, és több tízezer van, addig nem tudunk megbocsájtani. Nekik, akik mi vagyunk. Amikor egy gyereknek a szülei elválnak, az ő elméje milyen programokat, vagy mintázatokat hoz létre a trauma kapcsán, és ez hogyan fog megmutatkozni a felnőtt korában? Ha visszagondolunk az ősi sebekre, az egyik, ami nagyon-nagyon domináns lesz, az, hogy úgy érzed, nincs biztonságban érzelmileg, lehet, hogy fizikailag sem, tehát akkor már kettő van. Ha érzelmileg nincs biztonságban, akkor ilyen tökéletességre vágyik, perfekcionizmusra. Ami szinte mindig adott, az a második ősi sebünk, az a szeretet hiány, és alul értékeli magát. Tehát ez a magunkat értéktelennek nyilvánítjuk, magunkat szeretett lenni, vagy nem is tudom, hogy unlovable, tehát nem szerethetővé, meg alacsony. Nem vagyunk szerethetőek, igen, az így. És ezek, tudod, ebben a típusú világban, amiben mi élünk, mindenki így működik, hogy nem is fogjuk fel, hogy milyen hatalmas ütést fog a későbbi életünkre mérni az az egyetlen ártatlan kijelentés. Ebből persze nem egyetlen, hanem nagyon sok, és akkor így ez a kisgyerek szerethetetlenné nyilvánítja magát, értéktelenné nyilvánítja magát, nem érzi magát biztonságba, akkor elkezd manipulálni. Most a manipuláció még több traumához vezetne, hogy beszéltük a cserbenhagyáshoz, szívtöréshez, stb. Tehát akkor ez már egy rossz irány, de utána meg ez a kisgyerek fölvesz egy ilyen ego programot, hogy magát tartja bűn, it's his fault, tehát hogy az ő hibája volt. Tehát magát okolja azért, hogy ez miatt történt. És akkor add ezt össze, tedd be a turmixba, és akkor ez nagyon nehéz szétszedni. Tehát az a lényeg, hogy én is azért, tudod, említettem, meg beszéltem többször, hogy
kezdjük a traumáknál, kezdjük a jelentős érzelmi eseményeknél, utána menjünk mindegyik alá, akkor itt van. De van egy struktúrája a gyógyulásnak, amit úgy hívtam, hogy egy profi rendszer. És amikor ezt megcsináljuk, és megyünk mélyebb, mélyebbre, akkor tényleg egyszer csak eljutunk olyan pontra, hogy tudod mit? Már nem fáj az élet. Jól vagyok testileg, jól vagyok érzelmileg. Kimerem mondani az igazat. Vannak, tudok már barátkozni. Tehát az összes ilyen elutasítás, amivel mi élünk, meg ez a neheztelés, ez megszűnik. Ha válásra vagy szakításra kerül sor az életünkben, hogyan változtassuk meg a gondolkodásunkat, hogy a későbbiekben erre negatív tapasztalatként tekintsünk, és kompenzációs viselkedésbe kényszerüljünk. Tehát hogyan lehet a negatív tapasztalatot, a fájdalmat átfordítani újra bizalommá, nyitottságá, vagy félelem nélküliségé? Nagyon érdekes időben járunk, mert ma egy kapcsolat tanács, az teljesen más, mint akár 5 évvel ezelőtt. Tudod, gyúrja, egy jó zöldség, tudod, stb. Ma vége. A gyors válasz a te kérdésedre az, hogy az értékrendjeinket át kell vizsgálni. Az értékrend az egy nagyon érdekes, egy nagyon precíz valami, amit én évekig tanultam, és néztem mindig a mentorjaimat így a színpadon, és mondom, hogy csinálod? És az a lényeg, hogy föl kell tárni magunknak, hogy mi fontos nekünk egy kapcsolatban. És még mi fontos, és még mi fontos. És akkor leírunk itt a 30 valamit, és akkor abból kijönnek olyan dolgok, hogy azt egy képzett szem teljesen ki tudja olvasni, hogy mi hol jártunk. És akkor ezt mi sorrendbe rakjuk, mi a legfontosabb ebből a listából, mondjuk az a legfőső, legfontosabb 5. És akkor amögé megyünk, és ebben neked mi fontos. Na és a válaszokban ott van az egész élettörténetünk. És a kérdésed az, hogy én ezt megtudom, ezt most évekig kellett, hogy gyakoroljam, mire átláttam rajta, tudod, de csak a számtálba maradt. A mentorai mindig mondták, hogy tudod, te mit keresel? Nem, mesélj, te egy kutyát keresel, te nem partnert, hanem egy kis kutyára vágysz, az értékrended szerint. És mondom, oké. És most már értem, hogy miért. És én is, amikor az emberekkel beszélek, én kihallom már az értékrendjét. És tudom, hogy hol van trauma, tudom, hol van elakadás, tudom, mi van egy hiedelem, tudom, hol van egy töredezett elme, tudom, hol van egy án, és akkor én szépen ezt visszamondom nekik, hogy ez folyik, jelenleg a programod szerint, és hogyha meg akarod változtatni, akkor ennek megvan a maga megoldási módja, taktika. Szuper. Robi, igazából a végére értünk a trauma típusoknak a kitárgyalásának, szerintem nagyon-nagyon érdekes, informatív, izgalmas és jó hangulatú beszélgetés volt. Én megköszönöm neked ezt az elmúlt néhány részt, és megköszönöm minden hallgatónak, aki figyelt bennünket, és akkor a következő videónk pedig meglepetés témával készüljünk, mert sok tervünk van, hogyha minden igaz. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, és további nagyon szép estét és napot kívánok neked és mindenkinek. Köszönöm szépen, egy élmény volt. Neked jó is estét. Köszönöm. Szia. Szia.